Éjszaka és a reggel is folytatta az Izrael elleni támadásokat a Hezbollah. Az Iránból támogatott síita milícia 190 rakétát indított Libanonból Izrael ellen. Emellett Jemenből és a Gáza övezetből is lőttek rakétákat az ország területére. A Hamász iszlamista terrorszervezet háborút kirobbantó támadásának tegnapi első évfordulóján többször is szinte az egész izraeli lakosság óvóhelyre kényszerült. Közben az izraeli légierő megölte Beirutban a Hezbollah főhadiszállásának vezetőjét. Fehér és kék fények borították be hétfő este a Knesset épületét. Az izraeli parlamentet a nemzeti zászló színeiben világították ki a tavalyi terrortámadásra emlékezve. Hétfőn volt ugyanis az október 7-i terrortámadás egyéves évfordulója. Országszerte tartottak megemlékezéseket a meggyilkolt áldozatok, valamint a Gázába hurcolt túszok tiszteletére. A 7. októberben tanulom a hagoralit. Október 7-én mindannyian résztvevői lettünk egy súlyos csatának, de nem szenvedtünk vereséget. Összefogtunk, hogy megvédjük hazánkat, megtörjük a Hamász uralmát, megszüntetjük az összes külső fenyegetést, hazahozzuk a túszokat, valamint biztosítjuk, hogy a déli és északi honfitársaink is visszatérhessenek az otthonaikba, mondta a megemlékezésen Benjamin Netanyahu. A harcok az évforduló alatt sem szüneteltek. Izrael szerint a Hezbollah csak nem 200 rakétát indított ellenük, emellett pedig Gáza és Jemen felől is érkeztek csapások. Bár a rakéták nagy részét a légvédelemnek sikerült elfognia, néhány így is célba ért és többen megsérültek. Volt olyan pillanat, amikor szinte az egész lakosság óvóhelyre kényszerült. Gáza fölött hétfőn és kedden is jókora füstfelhőt lehetett látni a légi csapások után, miközben folyamatosan jelen vannak a térségben a szárazföldi erők is. Gáza északi részén ismét evakuálásra szólítottak fel az izraeli védelmi erők. A háború kezdete óta rengeteg embernek kellett elhagynia az otthonát, most pedig ismét családostul menetelnek az emberek dél felé. Szórólapokat osztottak ki, hogy el kell mennünk. Ez a harmadik alkalom, hogy kitelepítenek minket. Épp amikor elindultunk, lerobbant az autónk, és már Jabalia óta gyaloglunk, mondta egy férfi. Északon sem nyugszanak a fegyverek. Hétfőn az izraeli légierő mintegy 120 Hezbollah állás ellen hajtott végre légicsapást alig egy óra alatt. A támadás elsősorban a déli ország részeket, valamint Beirut déli negyedeit célozta. Volt olyan célpont, amelyet egymás után több találat is ért. A határ közelében tűzoltók és mentősök már kiérkeztek egy lebombázott épülethez, amikor újabb rakéta csapódott be. Legalább 10 tűzoltó meghalt. Kedd reggel pedig már arról adott hírt az izraeli hadsereg, hogy este sikerült likvidálniuk a Hezbollah logisztikai főnökét Beirutban. Suhail Husseini felelt a fegyverbeszerzésért, valamint az ő parancsnoksága irányította a csapatok megszervezését is. Közben Izrael bejelentette, hogy immár egy negyedik hadosztálya is belépett Libanon területére.